A szobor alkotója Erős Apolka Munkácsi Mihály díjas szobrászművész, a Magyar Szobrász Társaság alelnöke. Apolka 1978-ban született. Középiskoláját a képző és iparművészeti szakközépiskolában végezte. 2002-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerzett szobrászművész diplomát és művészeti rajz művészettörténeti tanári diplomát. Erős Apolkának 10 jelentős köztéri szobra található az országban, ez a harmadik, a 13. kerületben. 2014-ben készítette a Vizafogó sétányon lévő Ivókút Vizamotívumokkal című alkotását, 2018-ban avattuk föl Göncz Árpád bronzszobrát a Göncz Árpád városközpontban. Köszönjük szépen, gratulálunk a szoborhoz!